Május 6-án, tehát holnap tartjuk a mesztelen kertészkedés világnapját. Egy kicsit túlöltöztük most ezt a témát, azt gondolom, de készültünk mi is azért természetesen, mert megemlékeznénk előre már erről a világnapról. De van egy szakértő vendégünk. Márka, minden igaz, akkor itt van telefonon. Az otthon a kedvenc műsorvezető. Jó reggelt kívánunk, Márk. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Na hát ez egy őrület, tehát elképesztő. Ez kinek jutott eszébe, és mikor ez az egész hihetetlen ötlet, hogy mesztelenül kéne kertészkedni egy napig legalább? Hát, mint oly sok őrült dolog, ez is az amerikaiaknak jutott eszébe először. Egyébként nem olyan régen, tehát 2005-ben találták ezt ki, természetesen naturalistáktól származott az ötlet, tehát akik a nudizmus és a ruhanélküliség hívei, és ezek találkoztak össze mindenféle kertészeti rajongással bíró csapattal, és akkor kitaláltam, hogy hát miért ne lehetne, ha már mindenféle világnap van, miért ne lehetne egy mesztelenül kertészkedés világnapja is. Egyébként ők találták ki a mesztelenül biciklizés világnapját is. Tulajdonképpen innentől kezdve a lehetőség, hogy ez a végtelen, mert tulajdonképpen szinte bármit csinálhatunk. Jó, de akit vonz a természet közelsége, meg egyáltalán az egész hangulat, az ugyanúgy kimegy csütörtökön is mesztelenül a kertjébe. Miért kell neki pont szombattal, és miért pont május 5-én, érted? Akkor ez egy életformává válik, nem csak egy napra. Én így vagyok vele, én életforma szerületűzöm a mesztelen kertészkedést. Igen, hát ezt minden világnappal kapcsolatban nyilván meg lehet kérdezni, hogy minek egyáltalán ilyen világnap. Nyilván ez arról szól, hogy és a szervezőknek ez is volt célja vele, hogy felhívja az emberek figyelmét egyrészt igen a természet közeliségre, másrészt pedig ez egy ilyen egészséges testképről szól. Tehát az összes naturalista, nudista irányzat az arról szól valójában, hogy fogadjuk el a testünket, ne akarjuk folyton eltakarni, fogadjuk el azt a testképet, amink van, és nyugodtan merjünk vele kiállni mások elé. Ennek ellenére azért arról van szó, hogy a mesztelen kertészkedés inkább mindenkinek a saját privát. Tehát akkor nincs a végén valami óriási performance. Nincs, tehát ezt kifejezetten javasolnám. De van, van egy performance, most éppen a te képedet látjuk, jól látom, ugye, és ez nem állom, ez a valóság, ugye? Tehát itt teljes mértékben bevállalta ezt a történetet. Igen. Tehát, na, de ne gondold, hogy egyedül vagy ezzel a kis ötleteddel, mert mi is készültünk ám, tehát nem tudom, hogy már látták a nézők, de azért Lucával mi is megadtuk a módját ennek az egész mesztelen kertészkedés világnapnak, tessék. Nézd meg. Hát a kicsit elbújtam a bokor mögé, jövőre előbújok a bokor mögé, az a jövő évi tervem. Mindenképpen. Így van, néha kell, hogy oda is süssön a nap, ahova egyébként nem süt, ne csak a növényekre, úgyhogy miért is, ne csak, hát azért tényleg úgy érdemes ezt csinálni, hogy az ember a saját privát virájában, mert nem biztos, hogy mondjuk egy intézkedő rendőr számára könnyű elmagyarázni. De hát ma van a mesztelen kertészkedés világnapja, uram! Szóval, hogy ezt mindenki maga csinálgassa, de pont az a jó szerintem egyébként abban, ha az embernek van egy saját kis kerti birodalma, én szerencsére olyan kertem van, ahova nem nagyon lehet rálátni, és igenis jól esik az embernek az, hogyha mondjuk süt a nap, és ki tud menni. Hát reméljük, holnap olyan idő lesz, igen, hogy mindenki, aki szeretne, azt tud mesztelenül kertészkedni. Na igen. Köszönjük. Még egy dologra felhívni a figyelmet, hogy nem csak egyszerűen van egy mesztelen kertészkedés világnapja, hanem van már olyan is, hogy mesztelen kertészkedő Star Wars világnap. Tehát, hogy meg lehet spékelni azzal, hogy mesztelenül valamilyen Star Wars kis kiegészítővel készítettek az emberek. Köszönjük, tehát, jövőre ezt is megpróbáljuk. Köszönjük szépen, minden jó, kellemes hétvégét. Köszi, nektek is, sziasztok.